Egy perc, és nyersz! Az RTL Klub 2012-ben elindított a szórakoztató vetélkedőjét, melyben a versenyzőknek 10 feladatot kellett kiállniuk 10 millió forintért. De itt jön a bökkenő. Mindegyikre csak egy, azaz egy percük volt. Múlt héten volt drága apukám 58. születésnapja, így úgy döntöttem, felépítek neki egy teljes egy perc és nyersz pályát, és mindegyik megmérettetés után, persze csak a sikerül neki, megajándékozom szülinapja alkalmából. Azt az apróságot ő nem tudja, hogy az ajándékok 99%-a csak egy vicc, viszont a főnyeremény egy teljes napos élményvezetés, ami amúgy nem tudom miért olyan menő, de ő szereti az ilyen Porsche, Lamborghini, ilyen kocsikat, tudjátok, és itt ilyet. 10 feladat, 10 ajándék, de csak egy perc. Lássuk, hogy teljesít. Most realizáltam, hogy drámaian fogtam ezt a mikrofont, de be se voltuk, szóval nem is működött. Üdvözlök mindenkit itt a csatornámon, és a drága apukám boldogságos születésnapot! Sziasztok, kis csirák! Igen, jól hallottatok, apáram a igazi kihívásra fognak várni. Hogyan viszonyulsz ehhez, drága édesapám? Megint rettegek, hogy valami hülyeséget fogsz csinálni. Hát összesen 10 kihívás vár apára. Leteszteljük egy perc mire elé, és milyen kis születésnapi ajándékok várnak rá. Szerintem nincs más hátra, mint előre. Kedvenc népies magyar mondásom. Csapjunk bele! Egy perc, és nyers! De még mielőtt belesetnek a legcsóba, szeretném elmondani nektek, hogy a mai videót a Matchmasters támogatta. Dik, ez jó gyors volt. A Matchmasters egy logikai ügyességjáték. Tudjátok, hogy nem vagyok egy nagy gamer, de függőlettem, nincs mit tagadni. Az utóbbi egy hónapban Matchmasters játszom a konyhában, a toaletten, konkrétan mindenhol. És most egy bajnokságot is szerveztünk nektek, ahol az a személy, aki a leírásban található linken keresztül részt vesz a versenyben, és az egész bajnokságban a legmagasabb pontszámot éri el, nyerni fog egy iPhone 12-t. Bizony egy ilyen. Emellett egyébként még ha nyersz, akkor lehetőséged lesz szerepelni is egy videómban, de most is mit csinálok, videóvágás helyett? Matchmasters. De ez a függőség teteje. Irány a leírás, vegyetek részt a versenyben a linkemen keresztül, és nyerjetek egy iPhone 12-t! Srácok, ez csak pár kattintás! Én kérem, hogy nem. Most pedig vissza a videót! Jöhet az első feladat. Bólincs rá. A lépésszámlálót általában arra használjuk, hogy számolja a lépéseket futás vagy gyaloglás közben. Ebben a feladatban azonban fejrázásokat fog számolni. A homlokra erősített lépésszámlálóval a játékosnak 125 pontot kell gyűjtenie. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Szóval itt van ez a csoda lépésszámláló. Félsz? Nem. Csak futni nekem. Minőségi S-budget verzió, az Intersparba vettük. Remény 2000 forintért. Remélem megteszi a dolgát. Abba szerettem volna egy kicsit extrázni a feladatokat, úgyhogy egy futógépen fogja ezt az egészet kivitelezni. A rettegés az így közel áll most hozzád, nem? Dehogy is. Sügye, nézd meg, izomszagot érzik. Bocsánat, ne ragudj. Ilyen elalszom. Sajnálom, hogy betonon alszom. Szóval ezt fel fogjuk tenni a homlokodra, igen, ja. Így bizony. Mivel szeretnéd rögzíteni mondjuk? Mit szólnál egy six alakhoz? Tökéletes. Erre gondoltam. Professzionális, nem? Hajadra? Hajadat nem fogja kitépni. Homlokomra, hajamat nem fogja kitépni. Itt teszem rá. Igen, nyugodtan. De ne a szememre. Így. Aha. Nem fog leesni? Hát én miért nem tetted körbe? Jaj, micsoda top modell, kérem szépen. Egy perc indul most! Próbáld ki! 66! Ez egy véres vereség! Kérem, nyilatkozza a történtekről! Elszédültem! Egyébként az alapvető szülinapi ajándékod az egy ilyen head shaking kurzusra való befizetés, hogy megtanulj feltrázni. Szívesen! Második feladat. Visszakézből. Ebben a feladatban a játékosnak a kézfejére kell helyeznie két ceruzát, melyeket feldob, majd ugyanazzal a kézzel el is kap. Ezt 6-szor kell megismételnie, minden próbálkozásnál hozzáadva két ceruzát, míg végül 12 darabot kell elkapnia. A cél, hogy egy ceruza se essen le a földre. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Voilà, itt vannak a csoda ceruzáink. Továbbra is minőségi véletlen se a legolcsóbbat vesztük meg, ne féljetek. Ez a feladat. Ez menni fog. Azt gondolod? Ez simán. Mint láthatjátok, elhelyeztük ilyen nagyon esztétikusan és interesztesen az asztalra az összes ceruzát. Meg fogsz lepődni, de egy perced lesz. Tehát megfogod a ceruzákat, feldobod, elkapod és kapsz egy nyereményt. Végre egyszer kapj egy nyereményt is. Mit szólsz? Ceruzánként? Nem. Megcsinálom. Hát akkor lássuk. És akkor az egy perc indul. 3, 2, 1. Na gyerünk, hajrá, hajrá. Azaz, igen, feldobod. Oda néz, még az is lehet, hogy ez sikerülni fog. Gyerünk, apukám. Mindenképp. Aha, azaz, gyerünk, mehet. Hopp, oh! Ez már 6. Ez már nagyon necces. Hoppa, még több mint 30 másodpercet van. Gyerünk, képes vagy. Felén túl vagyunk? Igen, gyerünk. Hopp, már csak 4 ceruzába és még 25 másodperc meg tudod csinálni. Ne feszélj. No stress, gyerünk.
Oké, utolsó, még több mint 15 másodpercet van, képes vagy rá. Gyerünk, menni fog. Csukd be a szemed, drága apukám. Az első jutalmad az nem lesz más, mint... Tenyeret kérek. 3, 2, 1. Kaptál egy 18-as kitűzőt, hogy újra fiatalnak érezd magad. Hát tudom én, mibe jár, 81 lesz ebből. Nehogy örülsz neki? Nagyon. Nagyon jó ajándék, nem? Tettem magamért. Harmadik feladat. Villa bowling. Ebben a feladatban egyetlen pénzérme és egy villa milliókat hozhat a játékos konyhájára. Egy hasára fektetett villa fogai közé kell begurítani egyetlen pénzérmét 4,5 méter távolságból egy hosszú üvegasztalon. A villa fogai között csupán néhány milliméteres a rés, a pénzérme pedig könnyen elkanyarodhat jobbra vagy balra. A jó hír, hogy csak egyetlen egy érmének kell célba érnie. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Szóval, hölgyeim és uraim, ez itt a szituáció. Mint láthatjátok, itt van első zenbe rakta magát típusú versenyzőnk. A csoda villa, ami bele kell gurulnia az apró pénzeknek. Tarárá. Hashtag rich life. És 3, 2, 1. Bam! Kezdetét vette. Oké. Aja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 j
Próbálj egy másikat, próbálj egy másikat. Jó, ne izgulj! Ne izgulj, képes vagy rá? Vagy nem? Na, ez már közel volt, közel volt. Ne haragudj, mennyit ittál ezelőtt a játék előtt? 3, 2, 1! Nem még! És milyen érzés veszíteni? Nagyszerű, megszoktam. Negyedik feladat. Fürge ujja. Ebben a feladatban a versenyzőnek 250 darabos zsebkendős dobozt kell váltott kézzel kiürítenie úgy, hogy egyesével húzza ki a zsebkendőket mindkét dobozból. Egyszerre tilos két zsebkendőt kihúzni, a jobb és bal kezet külön kell mozgatni, amihez koncentráció és koordináció szükséges. Mindkét dobozból az összes zsebkendőt ki kell szedni. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Na tehát itt van előtte, drága egyetlen apukám, ez a kettő csoda. WC-pa, vagy miért? Papírtő? Nem. Tassentücher. Bocsáss meg. Tassentücher. Szóval itt van ez a két doboz, a feladat pedig ugye egyértelműen az, hogy 60 másodperc alatt kihúz belőle az összeset. Az egy perc pedig indul. 3, 2, 1. Ó, mert túl, egyszerre nem csináljuk két kézzel. Gyerünk, gyorsabban. Hát ez nagyon lassú koordináció. 1, 2, repülnek rendesen a darabok. Képes vagy rá, tudom, hogy képes vagy rá, apa. Úristen, olyan lennék, mint egy motivációs kocsam, úgy halló, Rubin Tréka, nem veszel fel? Gyerünk, pörögjön, egy kicsit gyorsabban kéne. Milyen vagy? Ennél gyorsabb. 30 másodperc, gyerünk, szép. Elfogyott. Azért örültél volna, mi a holna anyu eső van itt. Rendes karácsony van. Jó vagy, Adó ceremónia, édes drága apukám. Egy kis apróságot fogsz most tőlem kapni. Elistelem, minden jóval imádni fogod. Tényleg csak egy ilyen kis visszafogott ajándék lesz. Nyisd ki a szemedet. Boldog szülinapot! Gucci. És nézd meg, mi van benne. Yeah! Gucci tejföl. Na, hogy tetszik? Imádom. Boldog szülinapot, apukám, 8-szorra is. Lejárt szavatossága. Na, ne, ötödik feladat. Gumiarc. Az emberi arcon rengeteg izom található. Két izomcsoport a mosolyért és a szemöldök ráncolásért felelős. Ebben a feladatban a játékosnak a homlokától kell az arcizmai segítségével eljuttatni egy kekszet a szájáig. Ha leesik a keksz, próbálkozhat másikkal. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Na végre jött a te időd, apa, bár nem tejfölddel enni fogsz. Fere Ferével, azaz egy tök random spáros kekszel. Fogja apa ezt a feladatot teljesíteni. 3, 2, 1. Gyere fel, azaz mozgasd az arcizmaidat, te mondtad a terem kulusz, purum kulusz, vagy mi az? Muskulusz temporális. Gyerünk, képes vagy rá? Ez már majdnem meg volt, gyere, visszatelted, gyere. Muszkulárus, képes vagy rá? Azaz, jó, ez az még két dugolás a feszes popója, mint a csak mosolyognál és grimaszolnál rá. Na, azaz, mindjárt meg lesz. Sziasztok srácok, ó, itt az apukám, teljesen egészséges ember, és semmi probléma nincs vele. Majd hívjuk a doktort. Mindjárt meg van, gyerünk, teszkuláris, muszkuláris, menni fog. Azaz. Ez vissza, gyerünk, még 10 másodperc, képes vagy rá. Oké, okay, mintha örülnél annak, hogy itt vagy, mosoly, szomorúság, ilyesmi. Mindjárt megvan, közel van, gyerünk, menni fog. Képes vagy rá. És mert jó, megadom, acsi. A nyereményed pedig nem más, mint 1, 2. Súlya van. 3. Nem már. 4. Playboy termék. Nagyon jó. Na,
ezt legalább használni fogod. Ez nem egy célzás, hogy büdös vagy amúgy, esküszöm. De jó. Hatodik feladat. Csóváld a jójót. A jójó igen veszélyes fegyver, ha hozzá nem értő kezekbe kerül. Egy legenda szerint a Fülöp-szigeteki vadászok jójóval ütötték le zsákmányaikat a fákról. Ebben a feladatban a játékosnak a jójóval üdítős dobozokat kell leütnie. Hogy nehezebb legyen a feladat, a csípőjére kötöztük a fegyvert. Fenék és csípőrázással 5 üdítős dobozt kell hatástalanítania. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Tehát itt van a minőségi jójónk, amit véletlen se 2 perccel ezelőtt egy random Veszprémi játékból be 790 forintért vásároltam. Nem, dehogy. Tehát itt van ez a csoda... Jójó. Hát itt van a jójónk. Befűzzük apának a hátsójába. Wow, siker. És készen állunk a feladatra. És indulunk. 3, 2, 1. Ó, mehet, apa, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Micsoda csípő mozgás. Mondtam, hogy... Egy megvan. Oké, okay, haladjunk tovább. Oda nézzük, milyen csípő mozgás lesz. Ezt úgy hívom, hogy latina vér. Oi, brava España, brava España. Képes vagy rá? Oi. Ennyi van még. Utolsó, és itt még van, ne izgulj. Boom. Apa, ne az utolsót ne tud megcsinálni. És sikerült! És itt a nyereményed, drága apukám. Emlékszel te arra az Instagram képemre, amit még régebben Milánóban csináltunk a lányokkal? Tudom, volt lettem egy nagyon király ilyen zokni szandál kombó. Nem! Szerencséd van, ugyanis most ez lesz az ajándékod. Wow! De jól néz ki! Nagyon. Sajnos újat nem találtam, szóval régi egyemet kaptad meg. És ne félj, egyet se félj. Itt van hozzá a zokni! Jéj, oda nézzenek ki ez a fiatal fashionben! Hát csókolom a málna csak szádat. Csak azért veszem fel, mert születésnapom van. Aha, és te jól akarsz kinézni születésnapod alkalmában. Aha, aha, igen. That's sexy mood. Ezt még egyszer biztos nagyon megbánom. Hetedik feladat. Ninja kártya. A kártyadobás világrekordja több mint 65 méter. Ebben a feladatban azonban nem messzire kell dobni, hanem pontosan kell célozni. A játékosnak egy fél görög dinnyébe kell beleállítani a legalább egy kártyalapot. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Szóval, mint látjátok, itt van felállítva egy ilyen nagyon professzionális állványjal. A dinnyes standunk, illetve a kártyák. Apa, a te feladatod pedig az lesz, igen, nagyon szép, az ilyen himnusz, első nap az iskolába állás. Úttörő beállás. Neked bele kell dobnod a kártyákat a dinnyébe. Ja, körülbelül innen. Ez így megfelel. Elfogadom, jó? Yes, 3, 2, 1. Hú! Mert Ninja Warrior. Hup, hup, hup. Közel van. Gyerünk, apukám, képes vagy rá? Ne! Várok, hogy ki vagy te? Hoppá! Gyerünk, elfogadjuk, gratulálunk! Ezért a körért konkrétan elfelejtettem adni apának ajándékot, de a legviccesebb az egészben, hogy ő se vette észre, szóval upszi, I guess. 8. feladat. Részeges múmia. Nagyon kis erőre van szükség ahhoz, hogy letépjünk egy levél WC-papírt. Ebben a feladatban a játékos kinyújtott kézzel áll, majd elkezd forogni, és a testére tekeri a guriga teljes tartalmát. Fontos, hogy egyetlen egyszer sem szakadhat el a papír. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Tehát egy apuka, egy WC-papír, és indult egy kihívás. Én leszek a WC-papírtartó. 3, 2, 1. Mert, gyerünk, pörök, megy az idő, apa, gyerünk, múmia. Gyere, Kilencedik feladat. Győzd le a gravitációt. A lufikat arra tervezték, hogy lebegjenek. Ebben a feladatban a játékosnak jó koordinációra, koncentrációra és ninja reflexekre van szüksége ahhoz, hogy 3 lufit a levegőben tartson. Egyik lufi sem érintheti a talajt. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Szóval, apukám! Kézzel lábbal. Itt van 3 lufi. Kézzel lábbal, orral, a legszexibb papuccsal a világon. Igen, így is akarod. Bárhogy fenntartod a levegőben, csak egy percig ott kell maradni. Egy teljes percig. Nincs lejtét. 3, 2, 1. Mehet! Eddig még jó vagyunk. Eddig még... Anta! Igen, ez elég siralmas volt, és jó fej voltam, úgyhogy adtam neki egy második lehetőséget. Oké, második kör. 3, 2, 1. Mehet! Oké. Egy másodperc. Egy és mehet. Így újra nézve nem kellett volna. 10. feladat. Ormányos Yeti. Ebben a feladatban 8 zárt flakon áll két sorban egymástól 2,5 méterre. A játékosnak a fejére kell húznia egy harisnyát, aminek az egyik szárában egy baseball labdaló. A játékosnak terpeszállásban kell előre haladnia, miközben ormányával ledöntögeti a flakonokat úgy, hogy lábaival nem ér hozzá a piros csíkhoz. Ha nem sikerül a feladatot 60 másodperc alatt teljesíteni, a versenyző kieshet és a játéknak vége. Minőségi S-büdzsé harisnya, hölgyeim és uraim, illetve egy kifolyott C-vitaminos doboz megtöltve vízzel. Ez lesz ma a baseball labdánk.
kreatív, I know. Tiszteltem, Pista bácsi. Csak felhúzom az oknit. Na kíváncsi vagyok, hogy fog. Ó, kettő is van, az égét félrakadod magad a farsangra. Beletesszük a C-vitamint az egyik lábába. Lehet egy kicsit nehéz. És ez most mehet a fejedre. Oda néz az ormányos yeti. Az igen. Igen, az igen. Ej, de csinos vagy, csókolla. Ez lesz itt a piros vonalunk, illetve az üdítőink, úgyhogy... Az óra indul! 3, 2, 1! Na gyerünk, ormányos yeti, képes vagy rá? Gyerünk, húzd bele, Na, mi van? Egyetlen sike. Hopp, ez már majdnem megvolt. Azért, és egyetlen döntő. Kettő. Lehet, hogy megnyered az utolsó. Apa, a főnyeremény közelében vagy, ugye tudod, még van több, mint 20 másodperce. Már csak 3 van, hát már csak 2. Képes vagy rá, venni fog. Na. És már csak 1 van. Apa, egy kell, egy kell. Nagyon jó, mi ez? Ez ami nem a főnyereményed. Remélted azért nem. A valóságos születésnapi ajándékod itt található a telefonomon, kérlek nézd meg, és olvasd fel jó hangosan nekünk. Nem tudom. Gyerünk! Kell a szemüveg! Jó, akkor felolvasom én. Élményvezetés! Tényleg nem látod? Nem. Élményvezetés! Családdal, barátaiddal, vagy pároddal, vagy egyedül akár. Vezethetsz Ferrari 458 Itália, bármit is jelent ez, Lamborghini, Hurracan, Porsche 911, Nissan GT-e, Subaru Impreza, Nagyon-nagyon boldog születésnapot! És ennyi is lett volna már ez a videó, srácok, nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett. Apa, jól érezted magad? Jól éreztem magam. Hazudtál? Ügyes is voltam, meg ügyes. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve hit that subscribe button, és találkozunk a következőben. Nyomj meg, kövessetek Instagramon és TikTokon, meg ilyenek. Na, puszi, sziasztok!